Rohamosan közeleg a nyár, lekerültek a nagy kabátok, ahogy telnek a hetek, egyre lengébb öltözékre cseréljük a téli ruhatárunk. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy bizony az elmúlt hónapok alatt felszedtek pár felesleges kilót magukra. Lehet-e csodát tenni a strand szezon kezdetéig? Erről kérdeztünk meg egy szakembert. Ha az a cél, hogy 2 hónap alatt beachbodyt csináljunk, akkor el kell szomorítsak mindenkit, nem lehet beachbodyt elérnie ennyi idő alatt. Amit el lehet érni, az az, hogy a testzsírt tudjuk csökkenteni, az izmokat tudjuk feszesíteni, illetve a bőr állagát, és egy sokkal tónusosabb, izmosabb testképet tudunk kialakítani. Ahhoz, hogy az első lépést megtegyük, szilárd elhatározás és következetességre van szükség. Napi szinten időt kell áldozni a testmozgásra, és az étkezés terén is drasztikus változtatásokra van szükség. Az egyik legjobb alakformáló edzésforma a súlyzós edzés, hiszen a súlyzóval való testzsír csökkenés mellett izomtónus változás is be fog következni. Tehát ahhoz, hogy egy női test ne egy fonnyat, vékony testképpel párosuljon, ahhoz igenis kell a súlyzó. A szakember szerint arra kell törekedni, hogy a testmozgás és az egészséges táplálkozás a mindennapjaink része legyen, így elkerülhetjük a nyári szezon előtti pánikot, és az év minden napján fitten és egészségesen élhetjük az életünket.